Az utolsó mese. Volt egyszer egy elvarázsolt királyfi, aki egy tündérsző királykisasszony kezére pályázott. De csak úgy kaphatta meg, ha előbb legyőzi a hétfejű sárkányt, felépíti a kacsalábon forgó kastélyt, és felébreszti és megnevetteti a befalazott alvó királykisasszonyt. Sok-sok veszőtség, kaland, hőstett utazás és munka árán legyőzte hát a hétfejű sárkányt, felépítette a kacsalábon forgó kastélyt, és felébresztette az alvó király kisasszonyt. No, az mindjárt elmosolyodott, és megtartották a lakodalmat. Aztán, hogy ez is véget ért, leültek egymással szemben, és mosolyogtak. De eltelt egy nap, és még egy, már az első is igen hosszú volt, mert sok órából állt, az órák meg sok percből, a percek sok másodpercből. És most mihez kezdjünk? Hát most boldogok vagyunk. Igaz is. De 3 nap múlva a király kisasszony szólalt meg. Mit is csinálunk most? Hát most boldogok vagyunk. Vagy úgy, hát persze. Megint mosolyogtak egymásra egy napig, de akkor egyszerre felállt mind a kettő. Na csak. Van egy ötletem. Befalazlak, és elaltatlak megint. Jó. Lerombolom a kacsalában forgó kastélyt, és föléleztem a hétfejű sárkányt, hogy legyen kivel harcolnom újra, és fel tudjam építeni újra. Sem a sok vesződtség, még több hőstett, sem kaland, jövés menés árán nem bírta lerombolni a kastélyt, mert az mindig elfordult előle a kacsalábakon. Még kevésbé bírta helyére tenni a sárkány levágott hétfejét, és nem lehetett a király kisasszonyt sem befalazni, elaltatni többé. Teltek a napok, amikből hónapok lettek, és rövid esztendők, s így küzdködtek. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.